Két esemény is lesz a közeljövőben a Váci Bartók Piketty zeneiskolában. Az egyik a május 23-ai évzáró koncertjük, a másik pedig az a felvételi meghallgatás, ami május 25-én lesz az intézményben alapfokon. És ha mindez nem lenne elég, az intézmény legfiatalabb szakágát, a jazz tanszakot is szeretnénk egy kicsit bővebben bemutatni önöknek. A stúdióban sok szeretettel köszöntöm Francel Ágnes kórusvezetőt és Rieger Attilát, aki a jazz tanszak vezetője. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Beszéljünk egy kicsit a koncertről. Ugye május 23-án lesz. Ezt hány éve rendezitek meg? Szeretettel köszöntök én is mindenkit a képernyők előtt. Hát én már több mint 20 éve vagyok itt, de már én is megörököltem ezt a kórus vezetést. Úgyhogy szerintem 35 éve már biztosan van, amióta egyáltalán. Szeretném egy picit kiigazítani, hogy a zeneművészeti szakgimnázium és alapfokú iskola, zeneiskola működik így ezen a sarkán a Konstantin térnek és Kossuth térnek, és most a középszintű kórus, illetve a szakgimnáziumban tanulóknak lesz egy ilyen évzáró hangversenye. Reményeink szerint lesz rajta egy bemutató, egy ős bemutató is. Ha minden igaz, akkor jövő hét csütörtökre elkészül egy nagyon szép motetta. És ezen a 23-ai csütörtök esti 6-os koncerten, ha minden igaz, akkor az Attiláikkal is együtt muzsikálunk. Gyerekek nagyon fogékonyak és nagyon szerették azt a darabot, ami egy svéd zeneszerzőnek egy ilyen jazzes műve. Igazándiból még egy Petrovics művel készülünk, tehát egy kicsit ilyen 20. századi a kórusnak az évzáró programja, de ezen a koncerten bemutatkozik a nem csak a jazz tanszak velünk együtt a kórussal, hanem a népzenészeink az elmúlt hónapban egy országos versenyen vettek részt, amit mi rendeztünk egyébként itt Vácott a szakgimnáziumban, és nagyon szépen szerepeltek, úgyhogy szeretnénk velük büszkélkedni, egy kicsit kirakadva rakni azokat a gyerekeket, akik a 30 díjból legalább 13-14 díjat megszereztek, úgyhogy tényleg derekasan helytálltak ezen a országos versenyen. Úgyhogy a jazz tanszak mellett a népiseink is fognak énekelni, muzsikálni, és mindig ezen az évzáros koncerten a klasszikus zenészekből álló zenekar is eljátsza azt a darabot, amiben a elmúlt fél évben készült. Schubertnek egy nagyon népszerű, a befejezetlen szimfóniájának az első tétele hangzik el, és mondom, hogy kicsit 20. 21. századi ez a koncert most, zárásul pedig egy Dehán nevezetű zeneszerzőnek, kortárs zeneszerzőnek a miséjéből csendül föl majd egy Sanctus Benedictus tétel a fúvós sokkal kiegészített zenekar, illetve a fúvósok kísérik majd a énekkarunkat. Uh-huh. Elég színesnek tűnik ez a műsor. Várunk szeretettel mindenkit. Csütörtökön este a 23-án 18 órától a Csíny Nagy Tamás termünkben, a nagy termünkben. Ez a hangverseny koncert alapvetően gyerekeknek, tehát diákok, tanárok együtt vesznek részt benne? Igen, ez is szokott a koncepciója lenni ezeknek a hangversenyeknek, az évzáros hangversenyeknek, hogy együtt muzsikáljunk, mint ahogy ez a már említett svéd csoszogós is így fog elhangozni, hogy az Attila is beáll a gyerekek mellé, a kórusba beállnak, kedves kollégáink segítik az ének a hangot, hogy erősebben tudjunk megszólalni, vagy hát szép élmény legyen ez az egész koncert, és tényleg tehát erre törekszünk, hogy ez egy közös évzárós koncert legyen. És ez díjmentes, hogyha jól tudom. Persze díjmentes, és annyira színes, hogy én bátran ajánlom azoknak is, akik szeretnék egyáltalán az iskolát megismerni, hogy milyen élet folyik itt. A intézményvezető asszonyunk, a főigazgató dr. Bedonik Anasztázia fogja kísérni például orgonán a felcsendülő első ősbemutató Kis Zsuzsanna tanárnő
művét, úgyhogy nagyon izgalmasnak ígérkezik. Bátran tényleg, aki a zeneiskolába jár, ők is találnak olyan művet benne, ami leköti a gyerekeket, és változatos lesz, tehát izgalmasnak ígérkezik, úgyhogy tényleg szeretettel várunk mindenkit. És az a meghallgatás, ami két nappal később, 25-én lesz, oda például kell készülniük a gyerekeknek valamivel? Igazándiból ez a 25-i szombati meghallgatás, ez a felvételi az alapfokra. Itt a gyerekeknek meg szoktuk hallgatni az ének hangját, a ritmus készségét, de készülni szerintem azoknak a gyerekeknek, akik óvodában egyébként is a Kodály elvek alapján foglalkozásokat hallgatnak, nem szükséges. Tényleg nagy szeretettel várjuk ide is azokat a gyerekeket, akik fogékonyak a zene iránt, szívesen muzsikálnának több évig az általános iskola mellett, és mindenféle hangszer, tehát a legizgalmasabb ugye, számomra ugye a hárfa, de hárfa tanszakunk is van, és ez nagyon ritka szerintem, orgona, ami megint csak nincsen minden zeneiskolában, akkor a vonósok, a teljes palettája, hegedű brácsa, csellóig, minden hangszer van, fúvósok ugyanígy, aki a gyerekekkel érkezik, és hát egy kicsit tényleg egy kis ízelítőt kapna a koncerten arról, hogy milyen hangszereket is lehet nálunk tanulni, mert alapfokon ezeket a hangszereket is tanítjuk. És akkor ez gyakorlatilag az általános iskolával együtt elkezdhetik a gyerekek. Igen. Na de hát a jazz sem egy, tehát jazzt is viszonylag kevés intézményben oktatnak, én azt gondolom. Igen, középszinten talán három-négy talán budapesti intézmény van. Hát alapfokon meg nincs is, ugye? Alapfokú jazz oktatás nálunk nincsen, viszont gyakori, hogy valaki klasszikus képzésben kezd, és utána átjön a jazz tanszakra. A jazz műfaja maga, ez elég fiatal műfaj a klasszikus zenéhez, vagy a népzenéhez képest. Talán ez is az oka, hogy még annyira nem elterjedt. Fiatal műfaj, de mégis kell hozzá egyfajta érettség, tehát hogy ugye alapfokon nincsen, nem annyira jellemző, mint középfokon. Milyen hangszerekkel lehet megalapozni mondjuk egy jazz képzést? A jazznek a főbb hangszerei ugye a zongora, a nagybőgő, a dob, de a jazz gitár is egy nagyon népszerű hangszer, illetve fúvósok, természetesen trombita, szaxofon, harsona, hogy a legfontosabbakat kiemeljem. De például volt, aki klasszikus ütőszakon kezdett alapfokon, és utána nálunk folytatta jazzdobon, és ő például egy nagyon nagyszerű vibrafonos és dallamütős játékos, Szigeti Matyi egyébként, ő most az akadémiára jár. A jazz műfaj nagyon sok improvizációt, vagyis az egyik fő eleme az improvizáció, ezt hogyan lehet átadni, vagy hogyan lehet ezt tanítani a gyerekeknek, vagy a fiataloknak? Igen, a jazznek nagyon fontos része az improvizáció, a szabadság, ugye... Tehát kell ehhez egyfajta készség a gyerekek részéről? Igen, abszolút. Tehát a dallamkészség az egy fontos összetevője ennek vagy az, hogy valaki tudjon szabadon dallamokat játszani, de erre rá is lehet vezetni a növendékeket. A klasszikus zenében is a korai időszakban még tudjuk, hogy improvizáltak akár Bach, de Mozarttól kezdve, vagy még sokakat említhetnénk. Szóval az improvizáció az része a zenei tanulmányoknak és a szabad játék. A jazzben ez most inkább jelen van. Kiknek ajánlanád a jazz zenét, a jazz tanulást? Mindazoknak a fiataloknak, akik a könnyedebb műfaj felé kacsingatnak, szerintem a jazz az egy nagyon jó alap. Természetesen olyan növendékeknek is, akik már foglalkoztak zenével, klasszikus zenével, és szeretnék kitágítani a látókörüket.
a látásmódjukat. Azt gondolom, hogy a jazz, igen, a popzenének az alapja tulajdonképpen a jazz muzsika. 30-as, 40-es években, amikor a swing zene a hőskorát érte, akkor az volt a világon a popzene. Tehát ezért kapcsolódik ez ilyen szorosan össze. Bár a jazznek a harmónia világa az, amit mi most ismerünk, ez az a romantikának a harmónia akkord készletéből táplálkozik, ezért is könnyen befogadható, vagy úgy hallgatható. Volt már olyan például, hogy akár a klasszikus műfajból valakit átcsábítottatok a jazz szakra, vagy azt gondolt, hogy fú, nekem ez jobban tetszik? Bevallom, hogy van átjárás a két tanszak között. Van, aki, most például van egy nagyon kedves növendékem, aki jazz gitáron kezdett, majd ő jazz bőgő szakra ment át, és most klasszikus bőgőt tanul az iskolában, és egy nagyon tehetséges fiatal ember, Berkes Máté, szerintem róla még fogunk hallani. Igen, ez jellemző, van átjárás, és ha valami... iskolánkban van arra is lehetőség, bocsánat, igen, hogy beleszólok, hogy aki esetleg ki akarja magát próbálni, mert például a fuvolán, így jazz fuvola tanszak nincsen, de egy kedves kislány, a Zoé első két évben, igen, olyan gyönyörűen színesítette a tanszaki jazz koncerteket, és olyan jól oda tette magát, klasszikus zenészként van nálunk jelen, és ezzel is szeretne tovább menni, de az ők is egyénisége gazdagodott ezáltal, arról nem is beszélve, hogy bennünket megörvendetett ezzel a lehetősége, hogy hallottunk ilyen felállásban jazz koncertet, hogy szóló fuvolában ő ott tehát volt. Akkor a gyerekeknek lehetőségük van arra, hogy kísérletezgessenek, kipróbálják magukat, és eldőljön az, hogy végül is ki melyik irányba megy. Igen, én azt szoktam mondani, hogy hogy az ajtó nyitva áll, bárki bejöhet bármilyen órára, de klasszikus órákra is szerintem szívesen beülnek akár jazz tanszakosok is, mert érdekli őket, hogy ki mit tanul, hogyan nyúlnak a hangszerhez. Igen. Ez egy nagyon, én azt gondolom, hogy a Piketty Konzi egy nagyon jó műhely, egy olyan szellemiségű, alkotó műhely, egy nagyon jó tanári karral, egy családias hangulatban, úgyhogy szerintem mindenki nyitott és... megtalálja a helyét, hogy merre. Úgyhogy itt, igen, meg is ragadnám az alkalmat és elmondanám, hogy még augusztus 31-ig a 9. osztályunkban szeretettel várunk vállalkozókedvű, akár klasszikus, akár népis, akár jazz tanszakra vágyó, jazz zenét játszani akaró gyerekeket. Csak keressenek a honlapon, megtalálható elérhetőségen bennünket. Igen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük, hogy itt lehettünk.